Sziasztok, jó reggelt! Itt vagyunk az Egri Várnál, a belső részen, és ez a videó ismét visszaemlékezéseimet fogja tartalmazni. Szaktérképeket, szakcikkeket hoztam, illetve fényképeket hoztam nektek, amit 1997-ben a Zárkándi bástya alól kiinduló vízelvezető alagútban rögzítettem, illetve egy szaktérképet is hoztam nektek, ami egy 1704-ben készült térkép, amit 1711-ben hitelesítettek, felülhitelesítettek. Ezt is be fogom nektek mutatni a videóban, és egy új elméletet adok nektek elő, amely szerint a Zárkándi bástyából kivezető vízelvezető folyosó valójában betorkolhatott a patakig kivezető titkos folyosóba, de ezekről én nektek térképeket, visszaemlékezéseket, illetve fényképeket, illetve tartható elméleteket fogok prezentálni. De először is itt vagyunk a Dézsma pincébe, Dézsma pincénél, ez egy 250 méteres pince, és erről is egy nagyon érdekes cikket fogok nektek felolvasni, egy szakcikket, ami a Bükki Nemzeti Park igazgatóság, ott látjátok az alagutat, az egyik bejáratot, a másikat én mutattam nektek, az felülről ott alpin technikával lehet leereszkedni. Ebbe a pincébe még nem voltam, de amikor Fodor Lászlóval itt 97-ben itt voltunk, erről ő mesélt, ezt a területet be is jártuk, illetve erről ezzel kapcsolatban én hoztam nektek szakcikket. A Bükki Nemzeti Park igazgatósága 2006-ban Fodor Lászlóval pont bejárta ezt a területet, és majd mindjárt most felveszem a táskámat. És bejárták ezt a területet, és a Bükki Nemzeti Park igazgatósága megállapította, érdekes módon, hogy ugye ez nem egy hagyományos pince, ez az Egri várnál lévő Dézsma pince, hanem pontosan arról van szó, amiről én nektek meséltem, de egyébként most olyan területre fogunk menni, ahol még nem voltunk, mert én a feküt is meg akarom nektek mutatni, tehát az Egri várnak az alapkőzetét, amiről ebben a cikkben szó van. Tehát ugye ez egy 2006-os cikk, és a ide vonatkozó szakrészt én fel is fogom nektek olvasni. Ugye itt láthatjátok távolabbi perspektívából ugye a Dézsma pincét. Én úgy tudom, hogy ebből nem vezet ki alagút a várból, az Egri várból, de azokból a rendszerekből, amiről majd lesz szó, meg a térképekkel is prezentálni fogom, onnan igenis vezetett ki. Most szombat reggel van, reggel 8 óra, pont most jöttem, már nyitva van a bejárati hátsó kapu, de egy darab turista, senki nincs, úgyhogy itt senki nem fog bennünket zavarni. És akkor itt olvasom a Dézsma pincére vonatkozó szakcikket, ez egy 2006-os szakcikk, és a Bükki Nemzeti Park igazgatóságának honlapján, szakhonlapján fogjátok ezt megtalálni. Közben ugye a kamerámat a Dézsma pince területére. Itt húzódik mélyben, nagyon mélyen, ez 12 méter mélyen van, 250 méteres összhosszúságú, kacifántos, zegzúgos, labirintusszerű járat. Ez nem menekítő járat volt annak idején, a középkorban, már a török kor előtt ez megépült, hanem ez ugye a Dézsma, a bor, a termények tárolására szolgált. És akkor olvasom a szakcikket, régi új barlangok az Egri vár területén, és majd szakmailag is kommentálni fogom. A Bükki Nemzeti Park munkatársai a várban nyíló korai püspöki Dézsma pincét Fodor László osztályvezető régész vezetésével tekintették meg. A többágú pincerendszer bejárat utáni egyik első termének főtéje természetes üreg, azaz barlang formajegyeit viseli magán. Vezetőnk erre külön felhívta a figyelmet, kollégáink pedig egyértelműen azonosították az oldásnyomokat, valamint a még megmaradt cseppkő töredékeket. A természetes üreg eredetileg alacsony lapos terem lehetett, hasonlóan a lilaföredi Anna barlangban megfigyeltekhez, lefelé kitágították, így az üreg magassága ember számára kényelmesebb közlekedést tett lehetővé.
A pince évszázados használata ellenére megőrződtek a természetes kialakulást bizonyító képződmények maradványai és a víz általi oldásnyomok is. Tehát ugye én pontosan erről beszéltem nektek a Balogh-féle mély alagutak kapcsán, a Balogh-féle történet kapcsán, hogy az egri várnak mészköves a fekű rétege, és most már ugye az első szakcikkel olvasását követően én elindulok, mert itt nagyon szép látkép lesz, illetve majd ott a kilátó részen meg fogom nektek mutatni a fényképeket, tehát érdemes lesz végignézni a videót, illetve a szak térképeket, tehát nem az általam, és én ezekbe a térképekbe, ezeket a Klebb-féle könyvbe tudtak utána járni, Eger múltja a jelenben, egyik legjobb szaktérkép, illetve a Kárpáti János az Egrivár titkos föld alatti világa című könyvben, ami szintén egy remek szakkönyv. Kárpáti Jánost egyébként én személyesen nem ismertem, de ő is kitűnő szakember, és az Egri várban volt Fodor László mellett, Fodor László munkatársa, és kitűnő könyvet írta az Egri vár titkos föld alatti világáról. Abban is megtalálható ez a bizonyos térkép, amit én meg fogok nektek mutatni, amit én elméletileg össze fogok kötni azzal a járattal, amiben mi egészen pontosan 1997-ben jártunk. Ez fel van véve videóra, ezt én felraktam a csatornára, csak az a baj, tudjátok, hogy nem volt azokban az időben, technikailag nehezen lehetett kivitelezni ezeket a bejárásokat. A kamera az jó minőségű volt, csak a világító felszerel... Én egy vadászlámpával próbáltam világítani, hát itt abban az időben minden kétszer-háromszor nagyobb volt, a kamera is 3-4-szer nagyobb volt, súlyra is. Itt látható ugye Egernek a gyönyörű látképe, szembe a Főszékes Egyház, és én, ja ez most zárva van, ide akartam lemenni. Nem baj, akkor ezen a részen fogom nektek prezentálni, tehát ugye itt van a dobóbástya, itt is egy, ez alatt is egy, azt hiszem három, de az meg van erősítve, ugye itt is volt, azt hiszem 50-60 évvel ezelőtt, az 50-es vagy a 60-as években egy hatalmas szakadás, egy többszintes pincerendszer, ezek nagy termes pincék voltak, itt is volt egy nagy szakadás, utána erősítették meg, itt volt egy egyiptomi kiállítás is néhány évvel ezelőtt, de most már ugye itt vannak a kezembe, ezzel a látképpel. Na most miről van szó? Először is szeretném nektek bemutatni azt a szaktérképet, amiről itt már értekeztem. Ugye ez a Egri patakig, ott be is jelöltem nektek, és virtuálisan én arról van szó, én direkt megnéztem, ugye ide mentünk be, ez egy szaktérkép, az Egrivár alaprajza 1704-ből. Az alaprajzot és a kiegészítő metszeteket Zinzendorf Ferdinánd 1711-ben hitelesítette. És én ezt aláhúztam nektek, mert ez az egy térkép ábrázolja egyértelműen, de világosan az úgynevezett Egri patakig kivezető alagutat. Ez egy titkos járat volt, de ezt még nem találták meg szakemberek. Tehát amit mi bejártunk 1997-ben, és amiről én majd fényképet is fogok nektek mutatni, amire ugye felkerült a felvétel a csatornámra, csak a vizes járatot nagyon sajnálom, visszafelé lehet látni, vannak olyan részek, amit lehet látni, tehát a mutató ujjammal mutatom, ez a Zárkándi bástya, ide jutottunk be 1997-ből, ugye itt van Gárdonyi Gézának a sírja, és ebből az irányból én kiemeltem nektek a... Itt semmit nem változtattam meg, csak zöld filccel kiemeltem ezt a teljesen egyedi, teljesen egyenes alagutat, titkos föld alatti járatot, ami állítólag, de ugye ez egy hitelesített térképen, egy 1711-ben felülhitelesített térképen szerepel. Ez egy szakmetszet, és világosan látszik, ugye itt van az Egri patak, hogy idáig vezetett. Tehát ez, ugye ezek nem véletlen dolgok, és majd akkor itt mondom a én sztorimat,
A Bükki Nemzeti Parkos sztorit felolvastam, most pedig a Heol cikkét fogom felolvasni, hogy ugye mi melyik járatba jutottunk be. A most záruló második ütemben az Akna folyosó meghosszabbításával a Dobó utca 12 szám alatti épületből is feljárás nyílik a várba. Az Akna folyosó egy része korábban is látogatható volt, ám annak déli vége még a vár 1596-os ostroma során beomlott, így ez a rész 420 év után lesz ismét járható. Ez a Heolnak a cikke, ki is írtam magamnak, ez egy nagyon jó cikk, közben előkeresem a fényképeket, amit én 1909, itt több kutatótársammal voltunk lent, és nagyon jó fényképeket is készítettem erről a területről. Meg is találtam őket, és be is fogom nektek mutatni. Egyébként nem véletlen, hogyha ismerős nektek ezek a fényképek, ugyanis a YouTube csatornámnak a hivatalos logója, a hivatalos emblémája éppen az 1997-es Zárkánti bástyából kivezető titkos alagútban készítettem, illetve ez, amit én most mutatok nektek, ugye ez itt én vagyok látható 1997-ben, itt van a megrogy, itt lehet látni a mutató ujjamnál, itt van ugye itt 1596-ban egy hatalmas robbanás történt ebben az aknafigyelő folyosóban, és ezt takarították ki néhány évvel ezelőtt, ez járható most már be, itt vagyok én látható, itt ez egy másik fénykép, ez a hivatalos YouTube csatornámnak a logója, erre mindig ügyeltem egyébként, hogy eredeti cikkek, interjúk, saját anyag kerüljenek a könyveimbe, illetve a videó csatornámra fényképként, tehát ez mind saját kutatásokon alapul, és következő a teóriám, ugye 97-ben voltunk ebben a járodban, és mutatom, ugye ez is egy szaktérkép, ide jelöltem be, mi itt a vasútnál mentünk be, erről ugye egy külön videót készítettem nektek, és szintén körül a Gárdonyi sír alól mentünk be, ide a Zárkándi bástya alól, és innen egy 250 méteres hosszú átvezető folyosó keresztül jutottunk be az úgynevezett kazamatákba. Hát mi a kazamata? Ugye ágyútermeket jelent. Fel is jöttünk egyébként az első emeletig. Kérdeztétek ugye a kommentekből, hogy mi kellett suttogni. Hát azért kellett suttogni, mert már akkor is fegyveres őrség volt 96-97-ben, amikor ide mi lejöttünk. És ugye ezek a folyosók, hiába nagyon mély részeken voltunk, ugye suttogni kellett, mert ugye a szellőző járatokon viszi a hang, és egyből lejöttek volna, hát mi ugye nem okoztunk kárt, mi sem, nem, még a bejövetel is, tehát lakatot, semmit nem feszítettünk fel. Nyitva volt, ugye itt mutatom, a vasúti töltés alatt volt egy nagy lejárat, amit azóta betonkoszorúval ugye le, azért mutatom meg, de nem lehet egyébként sem elmenni, mert oda ember nem megy le, olyan fás, bokros, most még jobban be van nőve, tehát oda lehetetlen, de mondom, betonkoszorúval le van zárva. És az elméletemet most már adom elő, mert ugye most már a videó negyed részéhez értünk. Elméletem szerint én bejuthattam, mi bejuthattunk abba a járatba, ugye itt jelzem, hogy ez körülbelül a lépcsőig vezetett el virtuálisan, és ez lejtős járat volt. Ez egy vízelvezető járat, ami a várból, ebből ugye a mészköves tufás részből szedte össze a vizet, és ez lefelé folyt, akkor még. Most nagy meglepetésemre, amikor ugye most már ki lehet jönni itt az Zárkándi bástyánál, néhány évvel ezelőtt bejöttem turista csoporttal, én bevilágítottam, benéztem ebbe a vízelvezető folyosó első részébe, és a víz összegyűjtő akna, úgy képzeljétek el, száraz volt, tehát valószínűleg a várnak is ez az ökoszisztémája, a víz összegyűjtő, víz elvezető képessége, ez időről időre, ez biztos, hogy változik. Tehát ezeknek a mészköves, szivacsos rétegeknek, így azt nem tudom egyébként megmutatni a feküdt, mert mutatom újjal, ide akartam lejönni. Ha
Jaj, közben viszi a szél a jegyzeteimet, meg a fényképet. Ugye én a mészkövet, a forrásvízi mészkő fekű réteget akartam megmutatni, amiből ugye a Dézsma pincét is kialakították, meg amiről a Balog féle mély alagutak is szólnak, például a Halottak útja, arról is könyv van, annak is utána tudtok nézni. Tehát ugye most már zárom a gondolatot, és én állítom, elég erősen állítom, hogy valójában ez az ág, amiben mi bejöttünk, de ugye visszafelé haladva ez a Gárdonyi sír alatt vezetett el, ugye ide a lépcsősor alá, és itt volt egy elfalazás. Tehát nem fogom azt mondani, nem fogom azt hazudni, hogy az elfalazás az összeköttetésben volt, ugye lefelé, itt virtuálisan így megy lefelé, megtalálom, visszahozom a eredeti 1711-ben hitelesített térképet, ugye idáig, mi is idáig jöttünk el, de itt elfalazás volt, véleményem szerint ez egy szintén lejtős, vízszinteshez mérten lejtős járat lehetett, és a víz kivezette, összegyűjtötte erről az egész területről, a Zárkányi bástya alól, és ide betorkolhatott ez az alagút, de itt le volt falazva. Tehát én nem fogom nektek azt állítani. Itt egy borzasztó lefalazás, fröccsöntéses lefalazás van. 10 kiló danubittal lehet körülbelül ezt a járatot feltárni. Szerintem ez soha nem lesz azt tisztázva, hogy mögötte mi van. Esetleg, hogyha a másik oldalról egy aljárat, a város felőli járatból majd valaki ezt megkutatja, de elméletem szerint ez, ugye mindig a víz útját kell követni, 2 héttel ezelőtt sikerült végre, az is több évtizedig kísérleteztem, ott is ugye követtük a víz útját, megtalálhatjátok a csatornámon, ugye az a három farkas alatti, vagy Grónai utcai pincerendszer, bejutottunk le egyik fiatal kutatótársammal, és én már többször fel akartam venni ott a víz útját, mondom, mindig a víz mutatja az utat, és meg tudtam végre nektek mutatni azt a 250, de szerintem inkább ilyen 300-350 méteres kivezető alagutat, az egy nagyon nagy kiterjedésű kivezető alagút volt, tehát az sem legenda, meg tudjátok nézni, ott is volt egy, ugyanaz a szisztéma, volt egy vízösszegyűjtő medence, amit láttam a Zárkándi bástya alatt, amikor bejutottunk 1997-be, és a vízösszegyűjtő medence vezette le ebbe a járatba, amiben voltunk, és véleményem szerint ez ide torkolhat be, és annak funkciója volt, víz elvezető funkciója volt, és a patakig vezette ki, tehát ez a két járat annak idején összeköttetésben lehetett. De nem jutottunk be, ez a jövő fogja eldönteni, hogy ez az elméletem beigazolódik-e. Nem véletlenül csinálták ezeket az alagutakat, annak idején egyszerűen összegyűjtötték a egyrészt ugye volt egy praktikus funkciója, összegyűjtötték a vár gyűjtő területéről a vizet, meg ugye ostrom idején volt egy kimenekítő funkciója, ezeken meghajolva, összehúzódva, de bizony több tucat, de akár több száz ember is elhagyhatta a várat, vagy kommunikációra szolgálhatott annak idején. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és akkor még egyszer a fényképekkel zárom itt a látképpel és a fényképekkel, tehát ezek nekem eredeti fényképeim, 1997-ben ez a berobbantott járat, ezt takarították ki, és a Dobó utca 12 szám alá lehet bejutni, ebből a kazamata rendszerből, tehát az ágyútermekből, az aknafigyelő folyosókból, és ez egy kivezető járat, amit én 97-ben lefényképeztem. Itt vagyok látható, fiatalom, 19 éves voltam, erre is konkrétan emlékszem. Itt meg van rogyva, ez fent, jobb fenti sarkán lehet látni. Az egész folyosó meg van rogyva, mi ebbe bementünk, ott vágtunk egy kis átmeneti nyílást, és mi ezen végigmentünk annak idején, és ez fel van véve. Tehát a csatornámon ezt meg tudjátok nézni, ez egy 97-es felvétel,
mi ezen a járaton végigmentünk, de ti is végig tudtok menni, hogyha itt lejöttök, és a Setét kapunál kifizetitek a belépőt, bárhonnan jöttök Pestről, akkor azokat az utakat meg tudjátok nézni, amit mi 1997-ben látogatási időn kívül idézőjelbe megnéztünk. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!